A Magyar Rádiózás napját 1925 óta ünneplik, minden évben december 1-én a folyamatos Magyar Rádiózás évfordulóján tartják. 1925. december 1-én Demény Károly államtitkár, a Magyar Királyi Posta vezérigazgatója rádión keresztül szólt a hallgatósághoz a budapesti Rákóczi utcai stúdióból, magyar, angol és francia nyelven, a rádió népszerűsége pedig azóta sem csökkent, sőt... Rácáfolnak az adatok arra, amit szoktak mondani hosszú-hosszú időn keresztül, hogy a rádiózásnak vége, nincs már jövője, átveszik egyéb műfajok, szerencsére ez nem történt meg, úgyhogy ünnepeljük a rádiózást, ünnepeljük azon belül a fehérvári rádiókat, és ünnepeljük azon belül pedig a Táska rádiót. Meszleny László, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagja beszédében kiemelte, hogy a magyar rádiózást nem kell temetni, hiszen él és virul. Nyilván ennek a pandémia is egyik oka volt, de az elmúlt két évben igen jelentősen megnőtt a napi rádiózásra fordított idő. Az emberek vágyják a hiteles információkat, több lehetőség is maradt erre. Tehát ha azt kérdezzük, hogy az analóg rádiózásnak, FM rádiózásnak vége van, egyáltalán nincs. Sasvári Csilla, a székesfehérvári Vörösmarty Rádió szerkesztő műsorvezetője úgy fogalmazott, hogy a rádiózás egy szerelem mind a műsorkészítők, mind pedig a hallgatók részéről. A rádiózás az örök, legyen is örök, ne váltsa ki semmi, mert hogy ezeket nem is lehet úgy igazából kiváltani, és amit én tartok csak saját személyem szerint, az a pozitív tartalom, a pozitív sugárzás, hogy adjunk az embereknek vidámságot, és adjunk az embereknek reményt és jó hangulatot. Szól a rádió.